Az évszázad beruházásának hívott fejlesztés nem csak a környező települések, de a térség számára is fejlődési lehetőséget kínálnak. Ez érinti a Duna túlpartján lévő településeket is, különösen a tervezett Dunahíd megépülte után, hangzott el a tájékoztatón. Fiving Géza Kalocsa polgármestere azt mondta, erre a helyzetre kell felkészülniük, és ebben jelentős segítséget jelent a most megkapott támogatás. Süli János miniszter úrnak nagyon hálás vagyok egyébként ezért a gondolkodásért, hogy a kalocsai térséget is beveszi, és nyilván Kalocsa városa is azért alakította a Kalocsai Innovációs Nonprofit Kft-t, hogy erre a Paks 2 beruházásra fel tudjunk készülni. Az Innovációs Kft. Vezetője Zsikó Zoltán azt mondja, a forrás több mint fele a helyi kulturális és fesztivál élet felvirágoztatását szolgálja majd. Emellett a város modernizációjára is fordítanak jelentősebb összeget. Zsikó Zoltán véleménye szerint ma még a Duna túloldalán élők nem tudják felmérni, milyen lehetőségeket is hordoz majd magában az atomerőmű fejlesztése és a Dunahíd megépülte. Én azt gondolom, hogy ha a következő években a Kalocsát és Paksot összekötő Dunahíd megépül, akkor én úgy gondolom, hogy teljesen át fog rajzolódni a földrajzi viszonyrendszer és az erőviszonyrendszer itt a térségben, és azt gondolom, hogy Szekszárdnak, és ezt mondhatom szekszárdiként, bátaszékiként, Paksnak, Dunaföldvárnak és Kalocsának szoros együttműködésben kell gondolkodnia, és egy nagy közösséget fog majd alkotni itt az atomerőmű építése kapcsán. Fielding Géza polgármester azt mondja, az egykor 20 ezer lélekszámú Kalocsa felkészülve várja azt a helyzetet, amely a gazdaság fejlődését hozza a térség és a város számára egyaránt.